Köszöntöm a kedves nézőket! A hatos csatorna Terézvárosi programajánlóját látják, melyben frissen értesülhetnek a kerület aktuális eseményeiről, felhívásairól. Műsorunk első felében a kerület felhívásairól adunk számot. A tankötelessé váló gyerekek iskolai beiratása idén április 28-a és 30-a között történik. Ezzel kapcsolatban bővebb tájékoztatást Terézváros honlapján olvashatnak. Budapest főváros 6. kerület Terézváros önkormányzata tematikus pályázatot hirdet a Terézvárosban működő, illetve tevékenységükkel a városrészhez kötődő alapítványok, egyesületek és társadalmi szervezetek részére az önkormányzat 2014 első félévi keretéből igényelhető támogatás megszerzésére április 1-e és augusztus 31-e között megvalósuló programokhoz. A pályázati alap éves keretösszege 8 millió forint. A pályázat beadási határideje április 30-a. Hamarosan megkezdődnek az óvodai beiratkozások is május 5-e és 9-e között. Az óvodai feltételekről szóló hirdetményt Terézváros honlapján találják meg. A budapesti békéltető testület tagja, dr. Göncöl Csaba ügyvéd békéltető havonta egy alkalommal ingyenes fogyasztóvédelmi tanácsadást nyújt a 6. kerületi polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. Az első alkalomra május 14-én 14 óra 30 perc és 16 óra 30 perc között kerül sor. A következő havi időpontról Terézváros honlapján tájékozódhatnak. A felhívások után következzenek Terézváros program lehetőségei. Idén is szeretettel vár minden terézvárosi lakost a 6. kerületi önkormányzat által szervezett Térzene Zenetér című koncertsorozat a Hunyadi téren felállított zenepavilonnál minden szombaton délelőtt 10:30-tól. Beszélgetés Szilasi László a 3. híd című regényéről az Írók boltjában április 29-én. Résztvevők Keresztesi József, Radnóti Sándor és Szilágyi Zsófia. A beszélgetést Károlyi Csaba vezeti. A Téba Művészeti Akadémia növendékei bemutató előadással készülnek a Rátkai Márton Klubban április 29-én. A műsorban Bachtól Gershwinig hallhatunk zenei műveket. Művészeti vezető Andor Edit. A Nemzetközi Jazz Nap alkalmából a Boysless Voice énekegyüttes koncertezik a Benczúr házban április 30-án. Latin Virtus címmel latin szóló darabokat és saját szerzeményeket vonultat fel a műsor, a nyitottság, a sejtelmes zenei élmény és a forró hangulat jegyében. Utoljára láthatjuk a Protokoll című színdarabot a Radnóti Színház előadásában április 30-án. A főszereplőnek, mint protokoll főnöknek mindene megvan, ám egy nap azon kapja magát, hogy kezd kicsúszni a kezéből az irányítás. Elveszti mindazt, amit addig biztosnak vélt. A kérdés az, hogy sikerül-e megmentenie kisiklott életét a jelenkorban Budapesten. Főbb szerepekben Fekete Ernő, Szávai Viktória, Martin Márta, Csomós Mari, Szervét Tibor, Schneider Zoltán. Rendező Valló Péter. A Magyar Sakkozásért Alapítvány a játékszínben május 2-a és 3-a között rendezi meg a Generációk Csatája első MVM sakkupa elnevezésű rapid páros mérkőzést. A nemzet sportolója az olimpiai bajnok Portis Lajos és a legfiatalabb nagymesterünk a Rapid Európa bajnok 18 éves Rapport Rihád nagyjátszmás összecsapásának lehetünk szemtanúi. Két nagyszerű balettet mutat be a Magyar Állami Operaház május 3-án. A Trójai játékok férfi balett paródiát, valamint a Szilfid klasszikus romantikus balettet. Doktorandusz koncertek Germán és Latin Európa címmel a Régi Zeneakadémián május 3-án. A kórus koncertet Magyarország uniós csatlakozásának 10. évfordulója alkalmából rendezik. Énekel Illés Péter, orgonán játszik Péteri Dóra. A koncertet Krasznai Gáspár vezényli. A Soltis Lajos Színház új meséje a Ludas Matyi, melyet Ecsedi Erzsébet rendez Fazekas Mihály műve alapján. A népdalokkal megtűzdelt humorral fűszerezett előadás segítségével a gyerekek betekintést nyerhetnek a korabeli időkbe. A mesét május 4-én mutatják be az 5-ös 10-ben. Jegyek kaphatók a helyszínen és elővételben a www.jegy.hu oldalon. Koncertet ad a Concerto Budapest a Zeneakadémián május 4-én. Beethoven C-dur versenyű hegedűre, csellóra és zongorára komponált műve, valamint Prokofjev V. B-dur szimfóniája csendül fel az est során.
A koncerten Héja Domonkos vezényel. Szereti az igényes, problémafelvető filmeket? Meg szeretné osztani másokkal a véleményét? Akkor látogasson el minden kedden délután 15 órakor a Te Csasszóba, hogy eltöltsön néhány kellemes órát egy remek film és társaság mellett. Lévai Jenő Munkácsi díjas képzőművész kiállítása az 5-ös 10-ben. Az alkotó egyedi művészete a videóval, fénymásolóval, táblamásolóval és a későbbi harmonográffal készített képeiben rejlik. A kiállítás ingyenesen megtekinthető április 3-a és május 30-a között hétköznapokon 10 órától 18 óráig. A Budapest Báb Színház a Kós Iván Galériában továbbra is nagy figyelmet fordít a hazai báb és színház történet kiemelt alkotóinak bemutatására. A 2013-14-es évad második kiállítása a Trisztán és Izolda premierjéhez kötődik, és a színház fennállásának 64 szezonja alatt színre lépett szerelmes párokat mutatja be. Ezzel megköszönöm a figyelmüket, töltsék nagyon kellemesen a heted. Viszontlátásra!